Üdvözlök mindenkit, leveles professzor vagyok, és ma nyomozni fogunk. Hogy mit keresünk? Természetesen a küldeményeket. A jó nyomozó úgy képes olvasni a jelekből és nyomokból, mint más a könyvből. Na mondjuk ezt mondjuk nem értem, de mindegy is. Szerencsére a küldeményekkel sokkal egyszerűbb dolguk van, hiszen számíthatunk a nyomkövetés szolgáltatásra. Mit is jelent a nyomkövetés? Nem, vadászkutya nem kell. A dolog ennél sokkal egyszerűbb. A küldeményhez kapunk egy kódot, amit beírhatunk a posta honlapján, és rögtön látjuk, hogy éppen mi történik a levelünkkel vagy a csomagunkkal. A gond akkor van, ha nem értjük, mi van odaírva. Na, itt kezdődik a jó detektív, aki tudja olvasni a nyomokat. Próbáljuk ki. Beírom a csomagom számát, és látom is, mi van vele. A küldemény feldolgozásának megszakítása. Ez pont azt jelenti, mint ami ide van írva. Ha kiderül, hogy a csomagunkban olyasmi van, amit nem lehet postán feladni, vagy csak rossz, hiányos a címzés, akkor előfordulhat az ilyesmi. Mi számít ilyen csomagnak? Többek között minden, amiben veszélyes vagy ismeretlen eredetű, mérgező vagy fertőző anyag lehet, molotov koktél, macsete, vegyi fegyver, de hát hadd ne adjak már tippeket. Felvétel a feladótól nemzetközi küldemények esetén. Ez azt jelenti, hogy a feladó feladta a csomagunkat a saját postáján, tehát ilyenkor még külföldön van a csomagunk, ekkor kezdi meg az útját hozzánk. Ha megérkezik Magyarországra a küldemény, akkor az külön új bejegyzésben bejövő küldemény átvétele a kicserélőben szöveggel láthatjuk majd. Belföldi továbbítás nemzetközi küldemények esetén. A belföld, ne tévessze meg minket, az mindig az adott országot jelzi. A magyar postától jön ez a jelzés, akkor a csomag itthon van. Ha mondjuk a máltai postától, akkor viszont Máltán. Indítás a nemzetközi feldolgozó központból nemzetközi küldemények esetén. Ha ezt látjuk, az jót jelent. Ilyenkor indul a csomagunk a raktárból, hogy utána felkerüljön a repülőre, hajóra, vagy kamionra! Ja. Sikertelen kézbesítés belföldi csomag. Nem sikerülhet mindig minden. Ha például nem jut be a kézbesítő a lépcsőházba, akkor a küldeményt sem tudja kézbesíteni. Na, kész is vagyunk. Megfejtettük a nyomokat. Sherlock Leveles és Dr. Watson. Nem is hangzik rosszul.